Fiatalok, egy elég érdekes úriemberrel folytatjuk a műsort, aki, képzeljétek el, hogy Kylie Minogue-nak fog, ha minden igaz, klipet rendezni. Itt van velem tehát Pap Rudolf, szevasz! Szia! No hát mesélj nekem, hogy ez hogy történt meg ez az egész, kezdjük a legelején. Meghirdettek egy versenyt, hogy be kellett küldeni videókat, hogy Kylie-nak ki rendezzen klipet, te beküldtél egy videót, vagy pontosan ez hogy nézett ki? Hát ez egy nagyon hosszú sztori, úgy kezdődött, hogy én már nagyon régóta szeretnék rajzfilm készítő lenni. El is kezdtem csinálni egy rajzfilmet, klipet már nem tudok szinkronizálni. És egy 20 másodperc ezt anyagot el is küldtem Kylie-nak a menedzsmentjének. Itt állj meg, honnan értesz te ilyen dolgokhoz? Van is suliba jártál? Otthon. Egészen kiskorom óta igen rajzolgatok, kb. 10 éves korom óta kezdtem el így animálgatni is, és ez így az évek során felfejlődött egy bizonyos szintre. Úgy készítesz rajzfilmeket, tehát nem úgy, mint a modern rajzfilmek, hogy már számítógéppel csinálják, hanem még te rajzolod a rajzfilmet? Igen, én rajzolom minden mozdulatot. Igen. Na mindjárt már most látunk is egy részletet, ezt nézzük, csak ezt egy picit én most hátrafordulok, és nézem ezt, ott most mindenki láthatja. És ezt például te rajzoltad? Igen, minden mozdulatot külön megrajzoltam. Ezt komolyan mondod? Igen. Ez hogy működik például, mondjuk én nézzünk egy mozdulatot, figyelj, egy ilyen mozdulat, hogy leteszi csak a kezét, ez hány rajzból áll össze? Fú, hát elég sok. Tehát, hogyha úgy mondom, hogy... A4-es lapokra rajzolt, nagyon laikus, hogy lehet, hogy éget fog kérdezni. Nem, van egy digitális rajzpadom, és azzal rajzom. Tehát kb. Olyat mondok, hogy egy másodperc alatt 25 és 30 kép pörög le. Tehát az annyi külön rajz. 25 kép egy másodperc alatt? Igen. Tehát kb. 4 perces a szám, úgyhogy lehet számolgatni. Atya, egy másodperc, igen. 25 ilyen kis tábla, az a tábla, azt gondolom, akkor ekkora, amíg mondjuk igen. tartom. Igen. Úristen, és mennyi idő például egy rajzot, egy másodpercen belül egy ilyen táblát, mennyi időt rajzoztál el? Fú, hát az attól függ, hogy mit rajzolok. Nyilván, hogyha hogy ilyen órák, vagy ezek neked percek? Hát most már csak percek, igen. Tehát... Percek az, még megrajzolsz egy ilyet? Hát úgy van, hogy először ugye az üres vonalakat úgy animálom, aztán kiszínezem a körvonalakat, aztán hátteret festek, és így egybe rakom, aztán a végén összerakom videónak. És hogy működik az a dolog, miatt még rátérnénk a klipre, hogy hogy tudod ugyanazt lerajzolni? Tehát mondjuk van egy figura, amit mondjuk elkezdesz így rajzolni. Igen. Tehát így van. És utána hogy tudod meg azt csinálni, hogy mondjuk a keze következnek itt legyen? Tehát ugyanúgy elkezded nulláról, vagy akkor csak annyi csinálsz, hogy a kezét kiradírozod, mondom teljesen laikus, hogy lehet, hogy nem működik. Kiradírozod a kezét, és akkor a kezét csak egyel előrébb rakod. Vagy ez hogy működik? Látom, hogy van az előző rajz, és rárajzolok, és akkor úgy. Értem. Tehát az előző rajz már ott van. Igen, és akkor rárajzolok, és akkor az alatt a levőt kitörlöm utána. Na most beszéljünk akkor a klipre, pontosan még, hogy hogy jutott el ide. Elküldted ezt a 20 másodperces anyagot, mi történt ezután? Utána volt egy kis szünet, és utána kihirdették ezt a versenyt. És kaptam is egy e-mailt, hogy nevezzek feltétlenül, mert esélyes vagyok a nyereményre. El is kezdtem befejezni a klipet, ez egy ilyen óriási meló volt, tehát ilyen napi 15 órákat így azért rajzolgattam. Aztán... Megtudtad, hogy te nyertél meg egy idő után, gondolom. Na, csak erre beküldtem, igen, vártunk, ugye közben jöttek a többi nevezések is, nagyon sok, nagyon jó munka született, ugye a világ minden tájára, és a hollywoodi koncert előtt 2 héttel kaptam egy e-mailt a Kylie-nak az egyik menedzserétől, hogy megnyertem, és hogy küldjem el neki a videót, igen. Nagyon komoly, és az azt jelenti most, hogy a Kylie-nak a legújabb klipje, igen. Azt te fogod csinálni, egy animációs videó lesz, és azt te fogod csinálni? Ez az a videó, tehát... Ha, ez tehát már el is kéted, most már kész, amit most itt látunk, ez az a klip. Igen. Ez Kylie Minogue legújabb klipje, amit látunk, és ezt te készítetted el. Ez így van. Hát, apám, gratulálok, Rudolf, ez komolyan mondom, le a kalappal. Nyertél esetleg valamit azon kívül, hogy egy hatalmas elismerés? Hát, hogyha befejezte tegnap az amerikai turnéját, és utána visszamegy Londonba, akkor megbeszélünk egy közös találkozót. Ezen kívül a dicsőséget nyertem, valamint a figyelmet, ami már abban nyilvánult meg, hogy nemzetközi és magyar felkéréseket is kaptam következő klipes munkákhoz, aminek nagyon örülök. Igen, úgyhogy munka van. Rudolf, mennyit fizetett Kylie ezért a klippel? Semennyit. Nem fizetett semmit? Nem, semmit.
Nincs lé. Nem volt pénzük. Ami... gazdasági válság. Gazdasági válság. Rudolf, ne haragudj, jó a klip, de hát mind, nem gondolom. Sajnos. Nem. Igen, ennyi? Igen, tehát azt hiszem, igen. Hogy mint pályakezdő ez is több volt, mint amennyit el tudtam képzelni. Tehát Hollywoodot első munkának, tehát persze. Kiugró munkának próbáltam ezt az egészet elképzelni, de Hollywoodot nem képzeltem hozzá. Ez nagyon komoly. Mik várhatók? Tehát kik kértek már fel téged? Mi várható a közeljövőben? Egy orosz klipkészítő cég keresett már meg, valamint magyar ajánlatokat is kaptam, amelyik közül az egyik nagyon-nagyon ígéretes, úgyhogy vele majd hétfőn fogunk tárgyalni. A magyarokkal? A magyarokkal, milyen igen. Milyen magyarokkal? Se árujával. Azok is sok animáció. Te ha klipet készítesz, az mindig animációs igen, lesz. Igen, az rajzfilm. Aha. Igen. Hát ez még titok, de amint elmondhatok valamit, akkor feltétlenül szólok. És olyan magyar előadókra gondolok, akik abszolút benne vannak a köztudatban? Tehát igen. Tehát nem igen. Újonnan most indul nem, és... Nem. Aha. Érdekes. Ó, sejtetsz valami. Akkor egy fiú vagy lány? Csak a fiú vagy lány, de rengetegen maradnak még. Lány. Lány. Igen. Jó, a keresztnevét, és akkor tényleg bezárjuk. Nem. Jó van, oké. Rudolf, köszönöm szépen neked, és sok sikert kívánok. Köszönöm és gratulálok szépen. Köszönöm pedig. Szépen. Még egyszer egy nagy gratuláció. Köszönöm. No, mi pedig akkor folytatjuk Karamellel, amit már mondtam nektek, egy komoly betegségben szenvedő. Milyen az állapota? Azt most elmondja nekem.